A DVTK. A Borsodi. És a Volkswagen bemutatja. I think it was a good match. It was a hard game. Jó meccs volt, kemény küzdelem, férfias játék, amiben mi partnerok tudunk lenni, és partnerok voltunk, ezzel semmi probléma nincsen. Aránylag egy jó mérkőzés volt, kiegyenlített, úgy érzi, hogy az 1-1 az egy teljesen reális és jó eredmény lehetett volna, és igazságos. Az első gól sajnos egy ugye, rossz bedobása a Bano részéről, azaz hát a játékvezető által rossznak ítélt bedobás, ugye az ellenfél dobhatott, ebből rúgták meg a góljukat, utána rúgtunk egy szép gólt Hollander részéről. Ezek után is kiegyenlített volt a mérkőzés, ezért annyira fájó, hogy ugye 2-11-est is adott a játékvezető, és mind a kettőre azt mondja a vezetőedzőnk, hogy nem volt jogos. Az elsőnél egyszerűen belerohant a játékosba, és a másodiknál viszont azt mondja, hogy megnézte most 20-szor visszajátszásban bent, ugye a videóelemzőnk segítségével, és azt mondja, hogy egyszerűen ezzel nincs mit csinálni, elrúgta teljesen tisztán a labdát, és ahogy esik el a játékos, nem tudja kontrollálni a testét, hogy mi merre megy. Tehát azt mondja, hogy ez egy óriási nagy hiba volt a játékvezető részéről. Sajnos ezt már nem először teszik velünk, a Debrecen mérkőzésen is adtak egy egyáltalán nem 11-est a Debrecen részére, úgyhogy ez már sokadik. Nagyon nehéz így dolgozni és a héten motiválni a játékosokat, hogy egy-egy ilyen döntéssel tönkre teszik a kőkemény munkát.